Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Én Gródi Tamás vagyok, Zsófival, a feleségemmel együtt. Mi vagyunk a Lélekszava Podcast, a Szociális Testvérek Podcastjának a házigazdái. Mai vendégeink katolikus körökben egy jól ismert házaspár, Kunszabóné Pataki Anna, aki a Csak Egyet Szolgálatnak az alapító vezetője, és Kunszabó Zoltán állandó diakónus, ő pedig az Új Jeruzsálem Közösségnek az alapító vezetője. Jóisten hozott benneteket itt, mi nálunk itt a stúdióba. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük. Jó, nehéz volt összeszervezni ezt a találkozót. Egyrészt az is felmerült benne, hogy talán ez a gonosz szellem nem akarja, hogy mi találkozunk és beszélgessünk, mert valami nagyon jó dolog sül ki belőle. De hogy tényleg nehéz volt. Igen, ez olyan érdekes, hogy úgy megvan a külön titulusotok, hogy te vagy a Csak Egyet, te vagy az Új Jeruzsálem, de ez igazából mind a kettő egy kicsit közös gyermek, nem? Tehát, vagy ez úgy lehet mondani, hogy az egyik te vagy, a másik én vagyok? Ez egy. Hát ilyen hatodik gyerek, igen. Aha. Ez egy, igazából a Csak Egyet szolgált az Új Jeruzsálem közösség missziójából nőtt ki, és annak egy ága, és hát mi vagyunk, a közösség a fenntartó, úgyhogy még olyan viszony is van, hogy én vagyok a fenntartó, az intézményvezető hivatalosan, én vagyok az aláíró, úgyhogy... Ennek van egy története, ezt elmesélj. Van egy ilyen film, hogy egy ágyban az ellenséggel. Igen, a főnökkel. De nem igen. Ellenség, sőt, hát azt hiszem, hogy itt a Szentlélek mindent szépen össze... Igen. Rendezett, összefoglalt, 30 éves házasok vagyunk idén, és azt hiszem, hogy egyre jobban szeretjük egymást. Egyébként azt talán pont János atya, ugye Székely János atya, akivel ti nagyon jóba vagytok, és mi is nagyon-nagyon szeretjük, és mi is jóba vagyunk vele. De ő mondta talán azt, hogy a nők időről időre átállnak az erősötét oldalára. Zsófinak nagyon-nagyon tetszik. Nem, ezt a papliknóstól hallottam. Bocsánat, összekevertem, elnézést. Igen, és hogy értette? A papliknós mondta. Tehát, hogy amikor az ember tényleg az ellensége van egy. De csak ritmát. Én ezt teljesen megértem. Ezt ironizálom. Így van. Nem, én ezt teljesen komolyan vettem, mert én ezt komolyan érzem magamon, hogy van, amikor... Nem tudom, valószínűleg, hogy ez a nőknek a periódusából, meg mindenből adódik, hogy én nekem volt olyan, amikor tényleg azt éreztem, hogy így tényleg átálltam az erősödét oldalába, és valaki húzzon már ki innen, mert hogy annyira így összecsapnak a hullámok a fejem fölött, és képtelen vagyok. Hál' Istennek már úgy nagyjából elmúlt ez az időszak, de volt olyan, amikor ezt nagyon komolyan megéltem, és nagyon igazat adtam. Én jobban igazat adtam a pap Miklós atyának, mint a Tamás Bálint. De én a kereszténységet egyébként a tudatos emberek sportjának tartom. Tehát kereszténységet csinálni ilyen lila lelkiállapotokat követve nem lehet. Hát ez egy kőkemény út, ugye? Ezt nem is tudom, hol mondják a kurzióban, hogy mi a szeretet, munka. Igen. Tehát ezek nagyon tetszik nekem. Tehát, és egyébként, amire egyébként intellektuálisan azért reagál Szent Ágoston vallomásai óta azért a világ is, hogy az önreflexió vallása a kereszténység. Tehát nem tudom, mit tudtunk volna kezdeni egymással a kereszténység nélkül. Igen. Nem biztos, hogy túl sokat. Mármint, hogy érted, hogy ti ketten, vagy pedig mi a ketten? Igen, mi ketten, igen. Pont azért, mert mind a ketten temperamentumosak vagyunk, lobbanékonyak, amiből már sokat letettünk, tehát azért 30 év eltelt, meg hát engem sokan azért ismernek, hogy bemegyek egy társaságba, és akkor tudok két mondat után olyat vélekedni, hogy ott rögtön két táborra szocsolnak. Igen, és még örüljek, hogy nem mind a kettő engem támad. A megosztó személyiség erre. Igen, néha szeretem egyesíteni. Irreálít. Na mindegy, azt akarom csak mondani, hogy egy titka van szerintem az egésznek, amiről eddig beszéltünk, az, hogy tehát mi nekünk van egy életszabályunk, amit Jézustól tanultunk, az, hogy minden egyes konfliktus után ki kell engesztelődni. Igen. De az lehet egy kis dolog, egy kis futó, tudatos, de én mondtam egy olyan mondatot, vagy volt egy olyan hangsúlyom,
mivel megbántottam. Igenis, erre reflektálunk, megállunk, és bocsánatot kérünk rá, és ő pedig hangosan kimondja, hogy és én megbocsájtok neked. Én szerintem ezen nyugszik, tehát az evangélium rendkívül praktikus. Nem csak ebben, de mondjuk a kiengesztődés az alap. Mondjuk az a megváltásnak is az alap. De ez ilyen, ez hány év után jutott akkor? Rögtön, mi így ez? Nem, ez tudatos. Mert friss megtérőként mi friss megtérők össze. Voltunk, a Bibliát tehát úgy vettük. Minden volt. Friss felnőtt megtérőként, mint napi, mindennapi kenyér és az életszabályánk gyűjteménye. Tehát egy gyógyító kapcsolatnak tekintettük a házasságot. Az fantasztikus, amit mondtál, Zoli, mert pontosan ugye karizmatikusok vagytok, és ugye abszolút közismert ez a hátteretek, és ugye azt mondod, hogy a kereszténység munka, mert a karizmatikusokról egy csomó embernek az az elképzelése van, hogy azok ilyen lila ködben elszálltan ott kezüket az égnek emelve. Azok mivel is szállnak. Transzban. Azok már elrepült. Azok már nincsenek 30 év után. 33 év után. Én azt gondolom, hogy amit a karizmatikus megújulás azért nagyon jól csinál, az az, hogy kell ez a töltekezés, a léleknek a szabadsága, hogy nem lehet mindig formák rabságában, meg elvárások rabságában Isten kapcsolatot csinálni. Kicsit a katolikus liturgia abból a szempontból nehezíti a dolgot, mert ugye ott minden előre meg van írva, és van, aki ezt élvezi, és én is élvezem, mert ez olyan, mint hogy mit tudom, beveted magad egy ilyen folyóba, és akkor az víz. Tehát, hogyha a kedvenc randomon Pilismarótnál én bevetem magam, akkor az levisz Szentendrére, nem is nagyon kell kavirálni. Ez a liturgia előnye, meg a kötött imádság, stb. De ugyanakkor pedig az a szent kreativitás és szabadság igény is ott lenne, és igazából szerintem a karizmatikus megújulást az is hívja életre, hogy azért van létjogosultsága a nagy egyházban, különösen izgalmas, ahol nincs liturgia, olyan keresztények is vannak, hogy ezt a tüdőlebenyt is használni kell, meg ezt egy közösségi, intenzív, spontán keretben. Tehát én ezt látom, hogy kell mind a kettő. De mit nevezel kreativitásnak? Mert te ugye nem a katolikus egyházba tértél meg. Hol nem. tértél meg, és miért ott tértél meg, és miért nem a katolikus egyházba tértél? Megvan a története, bocsánat, hogy itt kezdek el uralkodni, de ha már kérdezitek. Hajrá! Én egy klasszikus kereső voltam, ahogy a nagykönyve meg van írva. Tehát gyerekkorom óta foglalkoztatott az Isten gondolata, tehát én így alkatilag valahogy nyitott voltam a transzcendensre, és alapvetően egyébként a kereszténységre, ilyen sokat olvasó történelmet szerető kölökként azért az egyháznak a ténye az így emelkedett ki, meg persze volt egy jó kis reakciós otthoni hangulat a kommunizmusban, ugye kétféle család volt, akiktől elvettek, és akik kaptak. Na, mi azok voltunk úgy, akiktől elvettek, egyébként Panniék is. Hát ott nem volt olyan nagy népszerűség a rendszernek, hogy tehát minden, amit ők mondtak, mi annak az ellenkezőjét gondoljuk, ez így elég egyszerű volt, és nagyjából egyébként igaz volt, és be is jött. Úgyhogy volt egy ilyen, az, hogy van Isten, az konszenzus volt, de senkinek nem volt igazából olyan klasszikus élő Isten kapcsolata, hogy ma erről én gondolkodom. A nagypapám olyan volt, aki minden szempontból családfő, ők neki volt azért valami, olyan volt, mint a reptevje a hegedűs a házat. Dolgozott, és közben dialogizált Istennel, meg nekem is beszélt róla, de nem járt templomba. Egy fantasztikus figura. És hát ő nevelt, ugye? Ő nevelt, ugye, mert családi sérülések. Édesapám az megnézett a kórházba egyszer, aztán soha többet nem jött hozzá. A nevét odaadta. Állítólag lehet, hogy olyan csúnya voltam, vagy nem tudom. És te se kerested soha? De, hát úgy nem, már csak mikor 23 éves voltam. De ez egy nagy sztori, de ezzel elmenne az egész adás idő, ha gondoljátok, majd elmondom egyszer. Na, és a lényeg az, hogy olvastam, én igazságkereső voltam. Tehát miért vagyunk a Földön, érdekes módon, ez engem már általános iskolában intenzíven foglalkoztatott. Középiskolában voltak olyan barátaim, akik örök, hála Istennek, akikkel erről lehetett beszélgetni, meg olvastunk, meg felfedeztük a zenét, az irodalmat úgy együtt. Ez csodálatos volt, és akkor egyetemen emlékszem, hogy
azt hiszem harmad vagy negyedéves voltam, persze azért mentem magyar történelem szakra, hogy hagyjanak végre olvasni. És azt hagytak, sőt feladták a világirodalmat. 19. századi regényvizsga, az azért legalább 5000 oldal volt. Nekem ugyanez volt az álmom, hogy az kell, hogy olvasni kell. Így van, ez volt. És hova jelent? Emlékszem. Bölcsiszkarra én. Igen. Emlékszem, Németh G. Béla elzavart minket, legendás professzor volt, hogy a Szindbád hazamegy című Márai regényt olvassuk el. És a mai napig is emlékszem arra a délutára, mert az 150 oldal, és egyszer el lehetett olvasni. És csak ott volt meg, mert Márai nem jelent meg, háború előtti kiadás. Tehát az a délután, amikor azt elolvastam, az úgy belém égett. Ez érdekes. Na mindegy, én mindenhol az Istent keresem. Miért nem nagyegyházba tértem meg? Azért, mert a nagyegyházi évfolyamtársaim keresztények nem evangelizáltak. És ez egy fájó tapasztalat, és azt hiszem, hogy ma csinálok, annak valahol itt van még mindig a forrásvidéke, hogy elmentem egy legendás egyetemista hittanra a Centrókus kápolnába, direkt nem mondom meg, melyik atya vezette, mert él, hál' Istennek, és jó egészségnek örvend. És voltam ott 5-6-szor, és mi volt ott? Rövid ima, aztán filozofálás. Beszéljünk most erről, beszéljünk most arról. Csodálatosan filozofáltam, hiszen semmi máshoz nem értettem. A filozófiát is egyébként egyre jobban megszerettem, a mai napig is egyre jobban rajongok a filozófiáért. És azt mondtam végül az atya, na Zoli, akkor te első áldozó leszel. Na, mi leszek? Nem, én tudtam, mi az. Igen. Mondom, atya, értse már meg, én nem ismerem az Istent. Nézd rám. Gondoltam, lehet, hogy ő se. Nem tudom, onnan elmentem. Utána elmentem egy református, ugyanilyen nagy név volt, fiatalok özönlöttek ki, Rákos, nem tudom hol, BKV-t igénybe véve. Elmentem, és akkor ott is volt egy sztár lelkész, ilyen fél illegalitás, 80-as évek már nem volt olyan kemény, és akkor emlékszem, hogy oda mentem, és mondtam, bemutatkoztam, és kérdeztem, hogy mi lesz itt ma este. Hát azt mondja, tudod, neked is van egy puzzle darabom, nekem is van egy puzzle darabom, így megpróbálj, megnézzük, hogy esetleg az összerakjuk. Akkor már ki tudtam volna ütni. Tehát ettől, mert mondtam, hogy tényleg semmit nem tudtok mondani. Tehát nincs egy állításotok. Tehát filozofálunk meg egymás kérdés. Nincs üzenet, semmi nem biztos. Tehát véleményem nekem is van, de arról van egy jó közmondás, amit nem fog ki tudni. De mondom, én már torkig vagyok a saját véleményemmel, meg a tieddel is már láthatatlanba torkig vagyok. De az igazságról, a valóságról esetleg mondanátok valamit? Én most is felhúzom magam rajta. Rövidítem, mert nem erről szól az egész adás. Viszont volt egy fiú, akit megláttam ebben az időszakban a bölcsészkar büféjében, egy barátom, aki még előrébb járt a kombinációban, nincs, az élet értelmét keresse, mint egy Dostojevszki hős már ott volt, hogy fölköti magát. Mert hogyha az ember nem találja az életét és az élete értelmét, és gondolkodik, akkor abba belehal. Igen. Ha nem gondolkodik, egész jól elevicke. Így van. És ez a srác már rossz állapotban volt, féltettem, és nem tudtam rajta akkor segíteni. Még ő segített rajta, mert ott állt, mint egy dalia, csodálatos arcszínnel, ragyogó szemekkel, rögtön láttam, hogy újjászületett. Nem volt arra jobb szó. Látszott, igen, nem szólt egy, igen, szót sem még. Csak kihúzta magát, fény volt a szemében, de lehet, hogy természetfeletti fény is körülvette, és akkor mondtam neki, hogy Laci, nem tudom veled, mi történt, annak velem is meg kell történnie. Köszönés helyett ezt mondtam neki. Erre rám nézett, és azt mondta, találkoztam Istennel, tudtam, hogy igaz. Nem tartott nekem egy előadást. Ez azért hiszek az evangelizációban, mert ez megtörtént velem. Mondtam neki, hogy Laci, hát hogy találkoztál Istennel, amikor minden össze-vissza jártunk egyébként mindenhova, védikus filozófia, speckol, akkor még így hívták a külön órát, meg mentünk mi mindenhova, kábítószerezni, csak azért nem kábítószerezni, mert nem lehetett akkor kapni. Akartunk volna, de nem kaptunk. Hát, ha ott is valami transzcendens, valami be fog szűrődni, nem volt semmi. Nagyjából, igen. Igen, már csak egy mondat, és akkor mondom, Laci, hogy te itt pénteken még együtt borosszunk az Ibolya presszóba, és most te meg itt előállsz, és tudom, hogy igaz,
Egyrészt, hogy merted nélkülem, de ezt most hagyjuk. Másrészt, hogy megtaláltad, amikor mindenhol keresünk, és sehol nem volt. És azt mondta, mert nem úgy kerestük, hogy meg lehet találni. De olyan volt minden mondata, ilyen szükszavúan így egyet odavetett, és mindegyik olyan volt, hogy így kapcsolták fel a villanyt. És kérdeztem, hogy miért, hogy lehet megtalálni? Hát azt mondja, Isten elküldte a világba az ő egyszülött fiát, Jézust. És hogyha te hiszel Jézusban, ő majd elvezet téged az atyához. Dzs, nagy villany! Mert ez nem pedagógia, nem filozófia végső soron, hanem ez szellemi megvilágosodás, azt mondja Szent Ágoston, hogy ez a betöltött kegyelem, az infúza, ami egyenesen a mennyből jön a Szentlélektől. Ezt a Szentírás majdnem ugyanígy mondja el. Kb. Ott értem meg. De ők előttem évekig kerestek. Igen. De én azt nem értem, hogy... És ja, és akkor ő elvitt a hídgyűlibe. Igen, persze. Igen, és ott miért találkozhatott? Tehát ott miért... Zsófi, hadd mondjuk el valamit, mert pont erről beszélgettünk nem olyan régen, hogy miért van az, hogy mi kevésbé merünk bátran evangelizálni, mi katolikusok, ugye nagy egyházaknak a tagjai, és ugye a kisebb egyházok, a friss alapítások, azok nagyon-nagyon erősen, és nagyon-nagyon bátran tudják mondani, és én kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok ez. Az én véleményem ezzel kapcsolatban az, hogy azért mi valamennyire hordozunk magunkkal az egész egyházunknak a történelmét. Tehát, hogy az a 2000 év, az, ami azonosítjuk, legalábbis én, igen, azonosítjuk magunkat, és abban rengeteg minden olyasmi is volt, amire nem lehet büszke az ember, és ezt hordozza magával, szerintem. Tehát van egy ilyen történelmi tudata, és sokkal egyszerűbb dolga van annak, aki hirtelen most lépett elő a boxból, a dobozból, és azt mondja, hogy gyerekek, találkoztam Krisztussal, ez van, tessék, ez egy új gyülekezet, ennek nincs történelme, nincsenek mögötte olyan a sztorik, amik ez ugye nehézséget visznek. Nem kell velem egyetérteni. Nem biztos, hogy megcáfolom, mert tehát, hogy én mindig is katolikus, igen, voltam, és egész gyerekkoromban nagyon szerettem az egyházamat, és rengeteg hibáját láttam. Igen. Tehát az én édesapám egy alkoholista ember volt, és hát az ivó cimborája a helyi békepap volt, ami plébánusunk, aki aztán úgy is halt meg, hogy magára gyújtotta részegen az áldat a plébánián. Hát, hogy a békepap volt, hogy és ivott. És hogy ez a kommunista rendszernek ugye a szomorú, nyomasztó valósága volt, és valahogy gyerekként engem az foglalkoztatott, és ugye beirattak, nagyon-nagyon mérges voltam, mert hogy a családom egy eléggé, hogy mondjam, ilyen tragikusan alakul gyerekkoromban, de valahogy elérték, hogy a patron a Hungáriába belegyek rakva a 80-as években, mert ugye a jegyeim nem voltak még annyira belegyek rosszak. Belegyek rakva? Ja, tehát ez... Igen, ez aha. De hát mi utcán cseperedtünk a bátyámmal, és oda olyan jó papok jöttek. De volt ott rossz is, jó is, minden volt, de valahogy engem nagyon érdekelt, hogy maga Isten van-e. És én attól teljesen elvonatkoztattam, mert éreztem, láttam, meg tanultuk, meg nem tudom. Szóval, hogy ezek, amit te mondasz, ez ott volt, de valahogy engem akkor is az érdekelt, hogy maga Isten létezik-e, és hogyha létezik, akkor ő hogy tud olyan alázatos lenni, hogy ott van a szentségedben? Mert valahogy az nekem mindig egyértelmű volt, hogy az a apostoli tanítóhivatal, az, hogy Jézus Krisztus alapította az ő egyházát, ami aztán szanaszét repedezett, szakadt, de hogy ott van az a folytonosság, és hogy valahogy ez nekem mindig fix volt. És az én imám mindig az volt, hogy én szeretnék az egyházamban maradni, de csak úgy tudok, és egyébként nem vagyok hajlandó még én misére se betenni a lábamat, hogyha így face-to-face kapcsolatba kerülök Istennek, különben nem vagyok rá képes. Szóval, hogy így valahogy nekem ezek így együtt megvoltak. És valahogy ezek nem befolyásolt az Isten keresésemet a katolikus egyházban, amit én láttam előtte. És hát láttam a szenvedését annak a szegény atyának is. Aki nem tud kijönni ebből a szorításból. Általában nem tudunk ettől elvonatkoztatni. Tehát az ember ugye ezeket a tapasztalatokat, meg az egész történelmet így hordozza magával, meg hogy viszi. Igen. De mondod, hogy voltak ott jó atyák is, és igen, valahogy igen, még igen. Sem. Tehát, hogy meg azt mondjuk, hogy a Szentlélek akár egy ilyen
fél mondaton keresztül is tud hatni, akár a leggyarlóbb atyán keresztül is. Tehát, így van. Hogy miért nem? Miért nem történik meg? Miért nem működik? De aztán Banninál ez azért beérett. Na, hogyan? Beérett nálad, mert ugye azt is mondtad nekem, bocsánat, hogy azért azoknak az kérdés volt neked, azok a szent életű vagy elhivatott szerzetesnők miért tartanak ki? Igen, az olyan érdekelt. Az meg kérdés volt. Voltak ott ilyen nagyon szent életű apácák és atyák, és ugye hát akkor még nem voltak világi tanáraink, tehát egyetlen egy világi tanárunk volt, és nagyon érdekelt, hogy mi van mögötte. Az ő hűségük volt, igen, az, ami megfogott. Úgy jöttél el az iskolába, hogy tudtad? Vagy értetted, hogy mi van mögötte? Nem, még érettség után 3 évvel értem meg. Aha. De ezek úgy megvoltak, tehát, hogy én ugye el voltam könyvelve Fekete Báránynak az iskolában, ugye a gyerekkoromból hoztam egy lázadást, és nem tudom, hogy itt most meg kell-e osszam, de hogy nagyon mérges voltam, hogy beraktak engem abba az iskolába, és akkor úgy elfogadtam, hogy jó, én vagyok a rossz gyerek, kiálltam cigizni mindig a szemközti presszóba, és nem olyan érdekelt, hogy mit mondanak a tanárok, de amikor nem láttak, akkor titokban mindig elmentem imádkozni. De hát amikor észrevették, akkor mindig mondja, nem. Tehát én nem akartam kijönni ebből a Fekete Bárány szerepből, mert ez valahogy így megszoktam, hogy ez az én kategóriám. Be is zárt az osztályfőnököm este 7:30-ig, nem engedett ki az a teremből, minden a kulcshoz átváltott, hogy végre tényleg észhez és tanuljak. Persze, hogy nem tanultam. És hát aztán utána, érettségi után nagyon érdekes volt, hogy ez a szigorú iskolából, ugye hát most már 80 érettségiztünk, nem számolom ki hány éve, én évesztes voltam, én 69-es vagyok. Akkor majdnem táncoltunk együtt, 86-ban érettségiztem. Na, majdnem. Igen, 87-esekkel táncoltunk együtt. Igen, akkor egy elomar év. Igen. És hogy... De most megakadtam. Bocsánat, ne haragudj, megakasztottalak azt, hogy 88-ban érettségiztél, és hogy akkor... És hogy nekem utána el kellett mennem otthonról, mert hogy nem tudtam már tovább maradni, nem azért, mert nem akartam. És akkor jött az önállósodás. Viszont nagyon-nagyon jó barátaim azt mondták, hogy figyelj, Panni, én látom, hogy téged érdekel a szociális téma, és hogy szerintem tanuljunk olyasmit, és mondom, átmondom, hát az, akkor betétlap volt az érettségén, amit produkáltunk, mondom, hát én azt nem mutatom meg, amit én 18 év alatt így összeszedtem az iskolában, mondom, hát már albéletben kellett laknom, dolgoznom kellett, hogy fizessem az albéletet, és akkor mondtam ennek a barátomnak, hogy figyelj, az igaz, hogy én állandóan hajléktalanokkal beszélgetek, meg vittem is őket haza gyerekkoromban, mi is ilyen szociális család voltunk, de hogy engem felvegyenek az ELTÉ-re, ahol minden 10. embert vesznek fel, és ugye 120 pont volt akkor a maximum, és igen. A 4-es tanulók mentek tanítóképzőre 70-valány ponttal, és hát ott 100 fölött volt az ELTÉ-n a ponthatár, szóval oda igen, jó, az igen, okosak igen, mennek. Igen. És hát mondom, figyelj, mondom, hogy tényleg, hogyha te azt mondod, akkor végül is vesztenivalóm nincsen. Nézzük meg, és akkor lehetett végre tanulni nem marxizmust a közgázon, mint szociológia. Hát ez már rendszerváltás. Ez rendszerváltás után volt, aha. 91, és azt mondták, hogy szociális munka, szociálpolitika, szociológia, ezt így egybe tanítjuk az ELTÉ-n, és hogy hát úgy meg volt adva, hogy mi a felvételi követelmény, és mondom, hát nézzük meg. És kézzétek engem, akkor oda felvettek, amit nem értek egyáltalán, hogy vettek fel, de egy utána úgy szerettem tanulni, annyira élveztem a szakmát, meg ezeket a dolgokat, nagyon-nagyon-nagyon boldog voltam, csak volt egy probléma, hogy pont 91 májusában tértem meg, ugye, amit már részleteztem, hogy eljutottam arra a pontra, hogyha nem találkozom Istennel, akkor ezt majd, ha gondoljátok, elmesélem még. És akkor találkoztam a férjemmel is. És hát kezdődött egy egészen más, egy pálfordulás volt az életemben, és egy teljesen más életmód kezdődött el. Tehát, hogy addig én egy ilyen napi két dobozos, sokat borozós, cinikus, ilyen alternatív valaki voltam.
Zoli azt hitt, egy ilyen lila bölcsész vagyok, amikor bementem először a városba. Igen. De mi volt ez a pont? A megtérésed? Mi volt ez a pillanat, igen, amit, igen, amit már nem tudom, 20 éve kerestél, vagy amit már nem... Hát az volt bennem, hogy szóval az én apukám öngyilkos lett. És én akkor 11 éves voltam, és amikor 5 éves voltam, akkor anyukám mondták, hogy egy órán belül meghal. És nem halt meg, de nagyon, nagyon önállóan nőttünk fel, mert apukám ugye már ki kellett zárni otthonról, mert veszélyes volt, és nagyon érdekes kapcsolódásaink voltak a családban, mert nekem apukám nagyon-nagyon fontos volt, tehát hogy ő mindenkit ütött, vert, ahogy a nagykönyvben meg van írva, de engem soha. És amikor ő elment, akkor így többször hazajött látogatóba, de én voltam az egyetlen, aki jóba volt vele. Szerintem ez egy kegyelem volt, ugyanis az ő halála, ami ugye egy 11 éves gyerek, hát mit gondol egy gyerek, eljön apukája, el akarja vinni az iskolából, én ugye mondtam, hogy nincs kedvem most kocsmázni, és elzavartam, és utána lett öngyilkos. És ez egy akkora kegyelem volt így utólag az életemben, mert hogy rájöttem, hogy ez a pont adta meg a keresésnek a forrását, hogy hol van ő. És hát most erre nem számítottam. És hogy tulajdonképpen ez a kegyelmi pont, hogy én őt keresem, ez mindent meghatározott, az egész kamaszkort, mindent. Meg hát még vádoltad is magad. Hát hogyne, hát ez logikus. És tulajdonképpen ez állt helyre, tehát hogy én ezért kerestem annyira. És hogy azok a szentéletű apácák, meg papok, amikor láttam őket, meg hogy láttam anyukám hitét, akinek egyébként nagyon sok csoda történt az életében. Nem halt meg, tehát hogy kiszökött a kórházból, hálóinkban, mert vittek minket gyámhatósági emberek. Szóval ezekért utólag én nagyon hálás vagyok. És tulajdonképpen ez motiválta a keresésemet, hogy ő most hol van. És hogy az volt bennem, hogy miután beraktak engem a patronába, ez egy nagyon zárt világ volt, nem tudom, hogy te hogy élted meg a piaristák, ott odajártam. Odajártam, igen. Szóval, igen. Hogy... tulajdonképpen a hónap 30 napjából 3-at nem jártunk be. Tehát, hogy volt minden, igen, szombaton tanítás, igen, ugye egy vasárnap be kellett menni, tehát hogy a 27 nap bementünk, és nekem megszakadtak az akkori ilyen lődörgős baráti köreim, a bátyám az mindig a helyi galeri főnök volt ott a kerületben, mindig jöttek a rendőrök, tehát olyan diszkóvilágba kötött ki. De én még egy másik millióbe kerültem, amint egy másik kasztba kerültem volna, és gyakorlatilag nagyon érdekes, mert 30-40 év után találkoztam az általános iskolai barátaimmal, és tényleg olyan, mint a más bolygón nőttek volna fel, mint a máshogy folytatódott a film, vagy nem is tudom. Ez adott neked egy védettséget és azért? Igen, ezért ez egy millió. Igen. És hogy... Akkor azzal, hogy beraktak téged a patronába, meg is mentettek. Meg is mentettek, ezt lehet mondani. Igen, anyukám is oda járt, és ő tudta, hogy ez mit jelent. És hát én ott mindig úgy kilógtam, meg olyan furi voltam, de mégis azon kaptam magam, amikor leérettségiztem, és hogy el kellett menekülnöm otthonról, hogy én senkit nem ismerek, csak a hittanosokat. Tehát, hogy nekem csak azok a egyházi, katolikus emberek a barátaim, akiket ismerek, mert hogy nem voltak akkor olyan nagy kapcsolattartási lehetőségek. Na és akkor hát így az albéletben így arra jutottam, már éjszakánként nem aludtam, boroztam, cigiztem ott az albéletben, arra jutottam, közben nagyon jól rám ragadt egy kis angol nyelvtudás, mert minden évben más országban laktam, kicsit kimentem egy évre Finnországba, népfőiskolába, ott rám ragadt egy kis angol, akkor letettem a felsőfokút, akkor angolt tanítottam népfőiskolában, szóval így közben így önállósodtam így ezzel, és akkor így az volt bennem, hogy
hogy jó, hát végül is el vagyok, így eltanítgatok, így nyelvvizsgára készítettem fel embereket, mindegyiknek sikerült mindig, szóval nagyon büszke voltam, most már nem tudok angolul, akkor tudtam. És akkor így az volt bennem, hogy én már csak azokat ismerem, akik járnak templomba, és tudom, hogy nincs Isten kapcsolata egy csomó barátomnak, és tudom, hogy én is nagyon bűnös vagyok, de ők is. Tehát, hogy nem az élet, ami a Bibliában van, annak semmi köze ahhoz, amit mi élünk, mint hittanosok. Uh-huh. És láttam, hogy nem így kéne kinéznünk, és hogy nem erről beszéltek azok az atyák, és hogy így valahogy annyira nagy volt a kontraszt, és akkor így fél évig én minden éjjel levelet írtam Istennek, és mondtam, hogy eljutottam arra a pontra, hogy Uram, ha nem találkozom veled, akkor nem tudom, hogy folytassam az életemet, mert hogy zsákutcában vagyok, mert bűnre halmozok, mert azok, amikről most is azért láttátok, hogy nem volt könnyű visszagondolni rá, azok ott nagyon mélyen bennem vannak, én ezért egy ilyen csupa tüske, túlérzékeny ember voltam, nulla önbizalommal, sőt önutálattal, ugye, mert hát ugye én magamat okoltam, és hogy ez így nincs rendjén, mert hogyha a Biblia igaz, akkor nekem egy szabad, boldog embernek kéne lennem. És akkor azt mondja, hogy van. És akkor emlékszem, hogy a volt patronás osztálytársam mindig jött az albéletbe, és mondta, hogy Panni, képzeld el, van egy hely, igen, hát Panni a becenevem, ahol lehet találkozni Istennel, és akkor én ugye mondtam, hogy hát gyújtsál rá, megkínáltam egy pohárborra, kiröhögtem, mondta, hogy olyan vagy, mint egy kiégett cinikus, 40-es, mint elment. De visszajárt, hogy 3/4 éven keresztül vissza-vissza jött, hogy Panni, gyere, nézd már meg, hát ott van mindenki, akit ismersz, legalább egyszer nézzel. De rajta láttál valamit, tehát ő valahogy más volt, vagy ő se volt hiteles számodra? De ő mindig, számodra, ő hiteles vagy? Volt nekem. Önálló nem láttam azt, amit a Zoli látott, uh-huh. De az, ahogy ő mondta, hogy ott lehet Istennel találkozni, az hitelesnek tűnt nekem. Tehát ugye egy okos ember volt mindig, és akkor az volt, hogy jó, megnézem, de valahogy bennem ugye patronába belémoltották, hogyha ezek karizmatikusok, akkor azok ilyen szélfutó emberek, meg ilyen érzelmi manipuláció, és akkor volt egy deal, kötöttem egy megállapodást az úrral, hogy oké, Uram, engedd meg, hogy ne dumáljanak meg ezek a karizmatikusok. Csak akkor mérszel, ugye? És képzeljétek el, hogy hát nagyon kegyes volt az úr, mert hogy egyszer így este nagyon éreztem, hogy mentem dolgozni, hogy visszafordulok, és most oda megyek. És ezt soha nem felejtem el, hogy a Zoli mondja, hogy vannak pillanatok, amik beléd égnek, ahogy ott a, ugye régen Moszkva tér volt, így mentem fel, az a csúnya betonfal, és akkor így néztem, és mondom, most lát az úr, de ciki. Hát mondom, lehet, hogy el kellett volna menjek gyónni, mondom, így. Szóval valahogy az mondom, hogy tényleg találkozom Istennel, valahogy elhittem. És hogy hát nem lehet ilyen készületlenül jönni, hogyha tényleg lehet itt találkozni. És képzeljétek el, hogy az úr nagyon-nagyon kegyes volt, mert 91 volt, ez nem az időszak, amikor a Városmajorban ilyen nagy robbanás volt, ugye ennek az 50 percnek ugye ez lenne a témája, a Városmajori, az Új Jeruzsálem születés, a misszió. Ez 91-ben volt, még benyitottam, és a kilincsel megfogtam a szent lelket. Engem, aki szkeptikus volt, és nem hittem el, és 2 óra máshol voltam. Tehát volt egy 2 óra, egy szakállas fickó, ott előtt ugrált, nagyon magyarázott valamit, ilyen 2 méteres alak, igen, ott nagyon mondta, de egy szavára nem emlékszem, semmire. Tipikus. És nekem az a 2 óra, az máshol volt teljesen. És hogy summázom ezt a 2 órát, az egy nagyon-nagyon szeretlek, így ahogy vagy, elfogadlak, de jó, hogy végre itt vagy. Szóval ez volt, és akkor utána, hát oda mentem a szokáros fickóhoz rá 1-2 hétre, és akkor így mondták, hogy lehet Kisközibe járni, és akkor mondom, na jó. És akkor mondták, hogy aki pesti, az a pesti csoportban, aki budai, a budai csoportban, és akkor ez a szakás fickó vezette a pesti csoportot, és így indult a történet. Te hogyan jutottál el a Hídgyülitől a
katolikus egyházig, hogy akkor ott az Anna már, az hogy Anna, az Anna már, hogy te pont ott, akkor ott voltál, és ilyen hitelesen tudtad neki ezt az egészet. Igen. Nem mondott semmit. Nem is én voltam. Nem, ott volt egy atmoszféra, ez nagyon érdekes, tehát ahol én azt tapasztalom, hogy ha Istenre szomjazó emberek vannak együtt, és úgy imádkoznak, dicsőítenek, akkor annak van egy húzása. De miért van ez? Ott a katolikus templom, ott van benne Jézus, ott van jelen az Eukarisztiában, és hogy miért vagyunk ennyire érzéketlenek. Nem, a mi hitünkkel. Velünk van a baj. A mi hitünk, igen. Tehát, hogy éhezők és szomjazók vannak ott, vagy pedig olyanok, akik tulajdonképpen betelnek a világ kínálatával, és az úgy nagyjából jó. Igen. Ez a kérdés, hogy akarunk-e többet, és amíg ilyen szomjúság nincs, tehát aki, Jézus azt mondja, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. De aki nem szomjazik, az nem kér. Hát ez az. Nem kér. Tehát megújultak a szentségek. Istenre kell szomjazni. Azért szólt nálunk ilyen nagyot, mert mi nagyon ki voltunk már éhezve, szomjazva, megfelelően sebezettek voltunk, és jó irányba kezdtünk tájékozódni, de ez nyilván a Szentlélek segítsége, már az előzetes munkája, soha nem szabad lebecsülni. De igen? Igen, csak ez, hogy pont, amit nem fejeztél be, azt a mondatodat, hogy miért a hídgyűlükbe, és mi volt? Már fél órája várok, hogy ezt elmondtam. Bocsi, nem is kellett. Szerintem dramaturgiailag így még sokkal jobb. Na, szóval az a helyzet, hogy miért? Azért, mert ezeknek a kis egyházas testvéreknek van egy bibliájuk, aztán slusz, viszont a hitük bibliai struktúrájú, hogy ilyen csúnyán mondjam. Bibliai összefüggésekben gondolkodnak, és ez mindent visz. Tehát mi sajnos katolikusok azt hiszem belementünk abba, hogy jó, protestánsok, a Biblia a tiétek, a szentségek meg a miénk, életveszély. Mert ha mi nem bibliai alapon gondolkodunk, akkor gyakorlatilag az egész talapzat szétmállik alattunk, és elsüllyedünk. Hiszem egyébként ezt kaptuk, nem a protestáns testvérektől, a Bibliának a komolyabban vételét. Vagy a, hát igen, igen, most visszaadnak sokat, igen, ilyen rejtekutakon is. Tehát, hogy például, na, elmondom. Tehát igen. Az, hogy mi az üzenet, amit nem mondtak nekem, higgy, tér meg, és higgy Jézus Krisztusban, mint a te uradban és megváltódban. És ez az, ami a katolikusok ajkát nem hagyja el, még a mai napig sem, pedig kiadták az Evangelii Nuncianti enciklikát, a Redemptoris Missio enciklikát, már a zsinaton kiadták az Adgentes enciklikát, már Ferenc pápa is kiadta maga missziós enciklikáját, és mindegyikben az van, csak senkit nem érdekel, hogy Jézus Krisztust kell hirdetni az embereknek. Egy katolikus mit hirdet? Szeressük egymást, gyerekek, és legyünk jók. Ami nagyon szép, csak erre nem lehet megtérni. Mert az Úr Jézus Krisztus a kapcsolódási pont a menny és a föld között. És ez bibliai gondolkodás. De ha valakinek ez nincs meg, akkor egyszerűen katolikusként is egy zűrzavarban élhet, és egyébként a New Age és meg minden más úgy szedi az áldozatait, mint a 21, azért, mert Jézus Krisztus neve nincs a középpontban, Jézus Krisztus nem az egyetlen esélyünk az üdvösségre nagyon sokaknak, pedig a Szentírás és a katekizmus és minden. És a liturgiát, valaki egyszer hallgassa már meg a Szent Mise kánonját, miről szólt? Elveszettek voltunk a bűn miatt, reményünk sem volt ahhoz, hogy Istenhez visszatérjünk, 4. kánon az újban is ugyanúgy van, és a többiben is majdnem mindegyikben így, de eljött az Úr Jézus Krisztus, hogy megmentsen minket, megváltson minket, és általa visszatérhessünk az Atyához. Ez a mi hitünk lenne. De ez hiányzik, legyél jó, mosolyogjál, hozd a morális dolgot felső fokon, amit nem tudsz. Igen. Mert Jézus nélkül, kegyelem nélkül nem tudod hozni, csak újjászületett szívvel. Tehát itt vannak az óriási problémák, és hát bocsánat, hogy ez úgy tűnik, hogy mi tudjuk, és meg más meg nem tudja, de hát most én meg azt mondom, hogy nem hallgathatok arról, amit láttam és hallottam. Zoli, én azt láttam, hogy ezen fölépülnek az életek, a többi meg...
kétséges. De ennek ellenére te mégiscsak rátaláltál az egy katolikus egyházra. Így van, így van. Hogyan? Aminek boldogan vagyok a tagja. Na, tehát az a helyzet, hogy ez a korai hídgyülekezet, tehát 89-ben igen. Valaki igen, még igen, élt igen. Akkor, nem tudom. Hallgató közül. 89 történelem előtti időszak, épp hogy az írásbeliség elterjedt már akkor nagyjából. Na, szóval ők hirdették Jézust, azért ott értem meg. Ilyen egyszerű. Igen. Ilyen egyszerű, viszont maradni meg nem lehetett. Aha. Tehát nem tudom, hogy más, hogy volt. Én, hál' Istennek, történelem szakos voltam, magyar szakos voltam, szövegekkel dolgoztam. Nekem az az egyszerű szóla szkriptúra magyarázat, hogy csak most mondom neked a Károliból ráadásul, és én nem tudom, hogy akkor ki tudott olyan jó a főpásztorok közül, görögül meg héberül. Már ők nem tudtak, szerintem egyáltalán bocsánatot kérek, vagy nagyon keveset, és láttam, hogy milyen képlékeny a tanítás. Tehát egyik héten ez volt a lózunk, és a másik héten meg esetleg egy olyan, ami egy kicsit ellentmondott neki. Volt egy olyan érzésem, hogy bocsánat, azóta biztos sokat fejlődtek most 30 évvel ezelőtti, vagy 30 sok évvel ezelőtti emlékeket idézek föl. Mind a mellett, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy segítettek a megtérésben, igen. És ezt is hangoztatom. De emlékszem, hogy a Károli alapján, a régi Károli alapján tanítottak, és volt például egy szó, aminek a hibás etimológiára, magyar etimológiára fölépítettek egy több órás tanítást. Azt el tudnám mondani, de most igen, mindegy, igen, és igen, akkor én, igen, mire igen. Jó, hogy az ember magyar szakos és nyelvtörténet, hogy tudtam, hogy az a szó, igen. Hogy megháborodott a 16. században nem azt jelentette, igen, hogy megbolondult, igen, igen. Hanem azt, hogy felzaklatták. Uh-huh. Na most erre egy olyan jó kis tanítás volt, hogy valaki bizonyos szituációban megbolondult, mert a gonosz lelkek megnyilvánultak benne, mondom, nem is erről van ott szó, és hagyjatok békén, és hogyha ez itt a top tanítás, akkor én azon az ajtón megyek. De ez nem volt ilyen egyszerű. Ez a szituáció azt a kérdést vetette föl, hogy oké, hogy mondták, hogy itt az ige, és hogy ehhez nem kell magyarázat, mert ez magától értetődik, és mindenhol máshol tesznek hozzá rossz magyarázatokat, egyedül itt nem magyarázzák se, hogy csak adják nyersen. Nyilván bölcsészként mondtam, hogy ilyen nincs. Tehát minden olvasás, szövegolvasás az egy olvasatot eredményez, egy interpretációt. Ha egyedül olvasod akkor is, ha pásztorként készülsz, akkor is azt mondtam, hogy nem csak az kellene, hogy nekem kezembe adják a szöveget, hanem az a kérdés, hogy megvan-e az apostoli interpretáció is valahol, hogy az ősegyház hogyan magyarázta a saját szentírását, ami egyébként az ősegyházban született. És akkor feltettem a kérdést, hogy vannak-e ilyen régi szövegek? És hát utána jöttem egy kicsit, és nyilván voltak. Igen. Az Apostoli Atyák című kötetet az ember az ókeresztény írók tárából szépen kézbe vesz, én is ezt csináltam, és kezdi olvasni. A legdurvább az az Antiókiai Szent Ignác 7 levele, ami összesen 15 oldal szerintem. De ott gyakorlatilag ez az ember, aki Krisztus után 105-ben halt meg, és Antiókiában ismerte Szent Pált fiatalon. Na most ilyenkor rázott ki a hideg. Meg hogy megvan annak a Szent Polikápnak a több levele, aki Szent János apostol egyenes tanítványa volt, vagy mit tudom én, köztük voltál még egy ember, és úgy abból az iskolából került ki még Szent Iréneusz is. De ez már több száz oldal, amiről ezek írtak. De maradjunk csak a Szent Ignácnál, szépen az ember felolvassa, és akkor azt mondja Szent Ignác, keresed az igaz egyházat? Mondom, tök jó, hogy ezt látom. Azt mondja, mert hogy az igaz egyház, ahol a Szent Eukarisztiát a püspök, vagy megbíz, az apostolok által küldött püspök, vagy megbízottja, mutatja be. Hát mondom, ez itt van a sarkon. Abba a templomba. Hát akkor megyek oda. Nagyjából ez történt. Tehát ott az az egyházkép, ahol püspök, pap, diakónus, a szolgálattevő, és nagyjából egy olyan szentség, és hát már liturgikus rend is
van, ami felismerhető, csak akkor még az karizmatikus keretben volt, tehát az első 400 évben Szent Ágoston még leírja, hogy még egyszerre van meg a katolikus egyházszerzetet és a karizmatikus egyház, ami az első pünköstől kezdve kontinuus nyelveken szólás, gyógyítás, profétálás, stb. Tudtam, hogy azért nekem, ha katolizálok, akkor majd én keresni fogom ezt az ágazatát, és azt is rögtön meg tudtam, hogy van ilyen. Tehát nekem, nekem ez a katolicizmus, amiben, vagy a katolikus hit, amiben teljes szívből hiszek, mert a valóság ezt ide vezetett, a valóság. Tehát hogy kell bánni egy szöveggel, mi az értelme, szöveg és interpretáció megvan, a helyes interpretáció megvan, és már csak azt kellett nézni, hogy a katolikus egyház története, de én mivel bölcsész vagyok, engem nem érdekelt nagyjából az erkölcsi hanyatlás, csak az, hogy a tanítási vonal az követhetően, vagy tartja a gyökérzettel a kapcsolatot. Ez ma is nagy kérdés egyébként. De ez most, arra most nem akarok beszélni. És miután láttam, hogy igen, tehát én úgy ítéltem, meg rengeteget imádkoztam, tehát én egy fél évig nem jártam be az egyetemre. Tehát én megtértem tavasszal, április 16-án, nyáron úgy megrendült a hitem, hogy ott kell maradnom. Ősz elején a Szentlélek elvezérelt a boldog áldott emlékű Kovács Gábor atyához, egy teljesen valószínűtlen módon, ezt most nem fog. Aki teológus, a legjobb teológus volt, tehát dr. Kovács Gábor, tehát ő volt az, aki a pünkösdi részét, tehát meg az intellektuális részét is nekem szépen még hozta, és akkor 3-4 ülésben akkor megtárgyaltuk az evangéliumot, és akkor úgy lettem első áldozó nála, és aztán utána úgy keveredtem el ebbe a karizmatikus csoportban, ami a Városmeri kis templomban volt, akkor Hollósi Péter vezette, egy nagyszerű munkát végzett ott, és akkor én egy-két éven belül ilyen alvezérszerűvé váltam ott, és hát akkor így került a Panna a kis csoportba. Tehát ennyi minden kell hozzá, hogy végül is aztán lett feleségem ezen a vonalon, de ez üdvösség történelem. És a közösség alapításig mi vezetett el? Hát a közösség alapításához az vezetett el, hogy a következő hozadéka volt még a korai hídgyülekezet beli tapasztalatomnak. Azért láttam én ott egy-két dolgot. Olyat, amiből lehet tanulni. Igen. Azt, hogy az a gyülekezet egyrészt teljesen saját erejükből, nyilván állami támogatás nélkül, ők a nulláról kezdtek. Hogy? Úgy, hogy volt egy házuk Budaörsön, aminek elkezdték kiütni a közfalait. Majd napig is szoktam gondolkozni, hogy miért nem szakadt be a plafon, igen, mert igen. Ugye egy családi házban kiütött az összes köz. Én nem tudom, hogy volt az a gerendázat, de lehet, hogy a Szentlélek tartotta. A lényeg az, hogy ott 300 ember zsúfolódott össze körülbelül egy szerdai vagy egy szombati istentiszteleten. Én is ott lehetett még menni egy nagy boltozatos borospincébe, ott egy tévén már madzagon levitték a képet, meg még a kicsi telken ott tömve volt emberekkel. Minden szombaton evangelizáció volt, és egyszerűen láttam, hogy az egyetemisták 50-esével, százasával, úgy, mint én. Fürtökbe mennek ki, ott állnak, és mondják az élet átadó imát, hogy Jézus Krisztus, én hiszem, hogy te föltámadtál, és élsz, és most gyere be a szívembe. És képzeld, amikor egy felnőtt ember ezt így először kimondja. Először. És hiszed, hogy Jézus föltámadt, és jelen van. És ott láttam, hogy ott forradalmasodik az emberek élete, de itt tömegével ekkora voltam szemben, így szívtam magam. Azon a nyáron, mikor én eldöntöttem, hogy eljövök, 300-ról 3000-re nőtt ez a közösség. A szemem előtt. Na most ez az életem egyik legnagyobb áldása, hogy én ezt láttam, mert onnantól tudtam, hogy ez lehetséges. Utána viszont még nagyobb volt a kérdés, hogy miért nem történik nálunk. Tehát mikor katolizáltam, akkor megkaptam, úgy éreztem, hogy úgy befutottam a teljességbe, de egy 5-6 év után az volt a kérdésem, hogyha Jézus ilyen csodálatos, és ez lehetséges, és mi is azt a Jézust hirdetjük, próbáltuk azzal a direktséggel, ami a Bibliában és a missziós enciklikákban van, de igazán a kisegyházak csinálják így. Igen. Hogy miért nem működik, és akkor elvonultam,
ott hagytam akkor a kis csoportomat, ráhagytam Pannira, hogy kínlódjál te velünk, ezek most nem akarnak többet, én nem értem, hogy miért nem működik. Ő mindig aranyos volt, és akkor ilyenkor mellém állt, és kínlódott a többiek, és akkor szólt a Szentlélek, hogy igen, de tisztítsátok meg még jobban az üzenetet, és legyetek még direktebbek, és adjatok alkalmat az embereknek, hogy válaszoljanak. Szerintem nagyon-nagyon hiányzik a mai napig is, hogy nincs az a pont, ahol valaki kiállhat és azt mondja, hogy én most Jézus Krisztust választom, és most én meghívom őt az életembe. Pedig Jézus egy kommunikatív személy, egy élő személy, egy kommunikatív személy, és alig várja a szabad döntésünket, az ajtó előtt állok és zörgetek. Egyrészt ez letisztult bennem, akkor elkezdünk már olyan alkalmakat tenni, hogy mindig meghirdettük az alapvető evangéliumot, és mindig mondtuk, hogy aki még úgy érzed, soha nem hívta be szívébe Jézus, az jöjjön, mert azzal imádkozunk. De gyere ki előre, mert add a jelét, mert aki szégyel engem az emberek előtt, azt én is szégyelni fogom. Mennyei atyám előtt. Lehet, hogy már ettől kiakadnak sokan, hogy fundamentalizmus, de kérdezem én, hogy mink van nekünk? Ezek az Úr Jézus szavai. Igen. Mink van nekünk? Mire fogunk ehelyett támaszkodni? És ez egy nagy kérdésem mai katolikus egyházban is. Hogyha Jézus szavait alkalmazni, fundamentalizmus, akkor ti milyen alapot fogtok vetni? És mire fogtok alapozni, srácok? Én látom, hogy mire, de az például nekem nem kell. És mindig voltak. És elkezdtek megtérni nálunk például evangélikus, hitehagyott evangélikus lelkész, aki aztán nekem, a katolikus laikusnak hűségesküt tett le lelkesedésből. Mondtam, hogy ez a nem, mert amikor a katarzis megtörténik, akkor ugye Szent Pál azt mondja, hogy ha eszünkön vagyunk, értetek, de van, hogy nem vagyunk eszünkön egy kicsit néha. Jó, ezeket el lehet simogatni utána. És akkor utána jött az első magyarországi Pál kurzus, ez a Szent András Evangelizációs Iskola ma is elérhető kurzusa. Na és akkor ott robbant a bomba, mert ott aztán bibliai lapon letisztázták nekünk, hogy mi az üzenet, megmutatták az egyház missziós tanítását, azóta mániákusan terjesztem az enciklikák tanítását, igen, nekem igen, is van erről egy lelki hétvégém, és akkor bibliai és katolikus alapon, de nem érdekel amúgy, úgy nem érdekel senkit, hogy érdekel sokakat, csak nagyon kevesen kezdik ezt igazán alkalmazni. És a végén, ugyebár miután ezt ilyen új útra léptünk, azért ez egy új közösséget igényel. Tehát addig az Emmaus katolikus közösségnek a tagjai voltunk, áldott Katona István. Ők is karizmatikusak. Ők is, ők igen, Katona igen, István, igen, aki igen. Ma is él, és Isten tartsa meg sokáig. Mind azt szokták mondani, hogy az egész orosz irodalom Gogol köpönyegéből bújtunk. A karizmatikus katolikusság meg a Katona István atya köpönyegéből. Mi is onnan bújtunk elő. Tehát ő egy pótolhatatlan alakja volt, és minket, mi is nála úgymond nevelődtünk. De ez azért annyira. Tehát mi mind fiatalok voltunk, 30 évesen én voltam a legidősebb, képzelj egy olyan, mit tudom, több tucat főt, aki teljesen be van indulva. Túl hangosan zenélünk, túl direkten beszélünk, túl nyitottak vagyunk a Szentlélekre, furcsa dolgok is történnek. Tehát mi kivertünk mindenhol minden biztosítékot ezzel. De hát most volt a 25 éves évfordulónk, és 2011 óta már a Főegyház megye végleges, tehát a Bíboros úr végleges áldásával működünk, és ő most mondta 3 hete pünkös szombaton, hogy az egyház meggyőződött az Új Jeruzsálem közösség karizmájának hitelességéről. Hát, fantasztikus. Gratulálunk hozzá, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást erre a beszélgetésre. Örömmel. És önöknek, nektek pedig nagyon köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a Lélekszava Podcast, amelyik ez az epizód is, mint hogy az összes többi megtekinthető a szociálistestvérek.hu honlapon, illetve a testvérek társaságnak a YouTube csatornája, meg a Facebook oldalán, valamint a Spotify-n és az Apple Podcaston is, és aki teheti, azt kérem, hogy iratkozzon föl, és akkor rendszeresen értesítést fog kapni az új epizódokról. A hithallásból fakad.